Eredeti újságcikk és sajtófotó kiállítás nyílt június végén Sajó Szentpéteren a Bethlen Gábor út egy szám alatti irodában. A tárlat anyagát Schweitzer Józsefné gyűjteményének hagyatékából Mencsik Gyula válogatta. Az írásos és képi anyag városunk 20 évét mutatta be, 1969-től 1989-ig. A kiállítás ötlete körülbelül 3 évvel ezelőtt fogalmazódott meg, 1996-ban. Szerettem volna összegyűjteni Sajó Szentpéterről a bányász, üveggyári és mindenféle KTS, tehát a különböző üzemekhez kapcsolódó történelmi dokumentumokat, és ezt be is mutatni. Hát gyakorlatilag 3 év telt el azóta, még valamennyire eljutottunk eddig a mögöttem látható kiállításig. Abban az időben, 96-ban, főleg a Bévtelepen, reklámokat szórtunk ki az embereknek, tehát hogy szerettük volna, hogy ajánljanak fel képeket, cikkeket, és ennek az eredménye volt, ennek a gyűjtőmunkának az eredménye egy spirálfüzet. Ez egy néninek, Schweitzer Józsefnének, Borsos Erzsike nének a hagyatékából került elő. Ez a füzet, senki nem tudta, hogy a néni gyűjti a Sajó Szentpéteri vonatkozású cikkeket, még a lánya sem. És őt is meglepetésként ért, amikor ezt megtalálta. Tudta, hogy engem foglalkoztat ez a dolog, és nekem adta. Hogy nézd már végig, olvassál bele, hát milyen érdekes dolgot találtam. Hát órákon keresztül olvastam. Több napon keresztül mindig elő is vettem, és azt mondtam, hogy ezt mindenkinek látni kell. Tehát ez a 20 év, amit felölel ez a kiállítás és ez a cikkgyűjtemény, ez nagyon tanulságos. Fiatalabbaknak azért, mert ők abszolút nem nincsenek tisztában ezzel a korral, az idősebbeknek meg ugye benne éltek. Nekem gyakorlatilag én 69-ben születtem, az első 20 évemről szól ez a cikkgyűjtemény. A gyűjtemény körülbelül 400 cikkből áll, de rengeteg felajánlás érkezett akkor is és azóta is. A kiállítás sikerét mi sem igazolja jobban, mint hogy az egy hét alatt több mint 300 ember látogatta meg a tárlatot, órákat eltöltve a régmúlt időket idéző újságcikkek és fotók böngészésével. A vendégkönyv is 150 nevet és bejegyzést tartalmaz. Milyen sajtóorgánumokból kerültek ki egyébként ezek a cikkek? Gondolom a legtöbb lap már azóta nem is létezik. Hát a 90%-a az Észak-Magyarországból. Tehát akkoriban ez egy komoly megyei lap volt, hát manapság is még ugye elég komoly példányszám alapján. Üvegipar című újságból, ami azóta, hát szerintem nem tényleg. Az üvegipar az nem létezik. De az Észak-Magyarországból származik a nagy része a kiállításnak. A cikkekhez a fényképeket Gajas Béla és Lacó József készítette, hát Lacó József a döntő részét a fotóknak. Fel is vettem vele a kapcsolatot, és nagy örömmel jött el. Tehát őt itt Sajó Szentpéteren rengetegen ismerik, mert ebben az időszakban gyakorlatilag ő volt itt a sajtófotósa a városnak. Nagy örömmel jött el, amikor megjelent, meglátták az emberek, hogy itt áll az ajtó előtt a kiállításnál. Egyszer dőlt a tömeg. Annyian jöttek be a kiállításra, hogy be se lehetett férni. Tényleg egy kis közösségi összekovácsoló haszna volt ennek a rendezvénynek. Milyen tematika szerint kerültek ezek a képek a kiállítás tárgyaként? Időrendi sorrendben. Végülis nem 69-en, hanem egy 66-os képpel, két 66-os képpel kezdődik, árvízi fotókkal, ami a Bévtelepen készült, és 69-ről egészen 89-ig el lehet itt jutni a paravánok között, ilyen csigabiga alakba járva, és 89-el a városavatási ünnepségünk képeivel fejeződik be. Nem tudjuk így visszamenőleg, hogy mi történt 89-ben, de a néni befejezte akkor a gyűjtést. Ugye rengeteg cikket látok, ahogy most én is végignéztem az akkori üveggyárról, és látok rengeteg sportos témájú fotót is, hiszen Sajó Szentpéternek tényleg elég nagy sportos múltja van. Igen, hát abban az időben a torna, a labdarúgás, volt kerékpáros szakosztály, kézilabda, mindenféle korosztályban, tehát óriási sportélet volt Sajó Szentpéteren, ami manapság tehát hiányzik. Tehát a sport az összekovácsolta az embereket, a nézőket a pályaszélén, a fiatalokat a pályán, sportolás közben. Hát nagyon jó volt így látni. Voltak kézilabdások, futballisták is bent,
és magukra ismertek, és nagyon nagy örömmel nézték a saját életükről, sikereikről szóló cikkeket. Van-e önnek kedvenc cikke? Hát a kedvenc cikkem talán 89-ből. 89-ben az édesanyám is szerepel a városavatás ünnepségekről szóló tudósításokban, fényképpel is, mert ő abban az időben választott tanástag volt. Tehát 89 előtt már azért a demokrácia egy kicsit működött, már kettőből választhattak a Bévtelepen, és édesanyámat választották, tehát ez gyakorlatilag ezért az egyik legkedvesebb. Lesz esetleg folytatás, hiszen ez ugye 69-től 89-ig öleli fel Sajó Szentvéter történetét, lesz esetleg következő 20 év is? Igen, biztos, hogy lesz, sőt valószínű, hogy megelőző 20 év is lesz. Annyi biztatást kaptam az emberektől, és annyi felajánlást tettek, rengeteg cikket hoztak, újságokat, és biztattak, hogy mivel ez döntően üveggyári anyag, jó bányász is van azért benne, de nem annyira, mivel tőzsgyökeres üveggyári volt a gyűjtője, hogy egészítsük ki, és nyissuk ki újra ezt a kiállítást. Tehát azt mondhatom, hogy ez a kis próba üzem, ami itt egy hétig zajlott, ez teljesen pozitív volt, és ősszel, szeptemberben szeretnénk újra kinyitni egy tárgyi emlékeket is bemutató kiállítással, még több fényképpel, még több újságcikkel, még teljesebb gyűjteménnyel. Ekkor a látogatók ismételten beszélgethetnek, nosztalgiázhatnak a hajdan volt időkről, a fiatalok pedig tanulhatnak majd a múltból.